Akkor én szólítom is az első előadónkat, Balogh Pétert, aki geográfus, eredendően mellette gazdálkodó, és sok civil kezdeményezésben részt vesz. És ő fog nekünk mesélni röviden arról, hogy hogy áll most a tájszintű vízgazdálkodás helyzete Magyarországon. Péter jó sok ideje foglalkozik a témával, és rendkívül izgalmas előadásokat szokott tartani ebben a témában. Most azt kértük tőle, hogy próbáljon meg egy kicsit arra koncentrálva mesélni, hogy hát a tavalyi asszály után mit várhatunk idén, hogy lesz-e változás itt akár a döntéshozók részéről, akár a gazdálkodók részéről, és ő egyáltalán itt a téma aktualitását hogyan látja. Úgyhogy Péter, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket, és akkor átadom a szót. Én köszönöm szépen egyáltalán a meghívást, és akkor kérdezem, hogy mi a teendő, mit ezzel a megosztással, a képernyő megosztás, tehát az összeállított vetítésemmel kapcsolatban. Ahogy én most megosztom a képernyőt, akkor az látszik-e? Most látszik az összes dia, kezd el a vetítést. Nagyon jó, köszönöm. Akkor ez most már látja. Szuper, kezdheted, látjuk. Kezdő diámat. Igen, tehát itt a bemutatkozás, illetve a... Akkor itt nekem egy kicsit ez letakarja saját. Jó. Ugye itt a konferenciánk címe volt ez, hogy a klímaváltozás hatása és jelentősége életterünkben, mindennapjainkban. Kaptam én is egy címet ennek kapcsán, itt van a programban. De erről nekem az jutott eszembe, hogy ami a fő üzenetem, illetve az üzenetem alapja, hogy szeretném megfordítani ezt a szokásos alapállást, tehát hogy a klímaváltozás milyen hatással van a mi életterreinkre, meg egyáltalán, hát ugye a vízre. Én megfordítanám, ugye élettereink és mindennapjaink milyen hatással vannak a klímaváltozásra, hogyan vagyunk tevőlegesek a klímaváltozásban, hogyan hoztuk létre, és hogyan tudjuk kezelni, megoldani. Na most ugye nyilván akkor az én témám a víz, és akkor ha már víz, akkor ugye vízgazdálkodás, de hát ez meg nem jól néz ki itt a képernyőn, és egyébként is szakmailag, tartalmilag a vízgazdálkodás, hát legalábbis az én tanításom szerint ugye a tájhasználaton múlik, úgyhogy akkor legyen ez a címünk, hogy a vízgazdálkodás és a tájhasználat hatása és jelentősége a klímaváltozásban. Na most hát, miről is lesz szó, tehát a három szereplő, ugye itt a víz, ember és a magyarul éghajlat, bár ugye a klíma most már be van szerelve a lakásunkba is, tehát bizonyos szempontból más jelent. Minden esetre ezeket, ami összeköti, és ami aktív kapcsolatot teremt közte, oda és vissza, és a megoldás lehető, az elrontás és a megjavítás lehetőségét is tartalmazza, az a tájhasználat. Na most én ennek kapcsán akkor itt a rendelkezésre álló időben, hogy csak az alapfogalmakat, illetve alap összefüggéseket venném végig, vagy abba tekintenék bele, amennyire beszéltük, és akkor itt köszönöm meg Anettnek, Pós Anettnek a segítségét az előadás összeállításában, vagy tematizálásában, hogy a közönség tényleg, és arra is számítva nagyon jó ez a struktúra, hogy akkor az időnek a fele az, ami a frontális előadás így a monitornak, és akkor lehet találkozni a közönséggel is, legalábbis a kérdésekbe. Úgyhogy akkor bátorítok mindenkit, hát én ezeket gondoltam, illetve írtam össze. Tehát táj, fogalom egy kicsit tájműködés, víz működése ezen belül, ugye a vízháztartási mérleg elemei, illetve egyáltalán szereplők, amik most már ugye a híradóba is betörnek, hogyha a tájban nem is annyira. És akkor ugye az alap nagyon fontos, hogy mi a kezelés, hogy duzzasztás vagy nem duzzasztás, ha már vízvisszatartás, ugye az asszály kapcsán, és akkor röviden én bele is menni, hát végig a társadalmi vetületet, az ember szerepe nekem benne lesz,
És de akkor a paradigmaváltás, hogy az mit is jelent, illetve a klímaszorongás kapcsán pár szó, amit ahogy én látom. Na most hát tényleg itt tartunk, hogy a vízgazdálkodás és az aszály között akkor milyen összefüggés van. Ugye, ahogy ez elkezdődött tavaly, hát ugye a klasszikus, vagy hát a központi, klasszikus és a központi értelmezés, vagy hivatalos értelmezés, bocsánat, az az volt, hogy na hát természeti katasztrófa, de jó lenne, hogyha ez a köztudatban azért változna, azért vagyunk itt részemről, mert a kiszolgáltatottság az tényleg csak a szorongáshoz vezet. Tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy a vízgazdálkodásunk milyen kapcsolatban van az aszállyal. Na most hát akkor itt egy alaptételem, hogy a sikeres terápiához viszont hát egy helyes diagnózis szükséges, aminehez őszinte anamnézis, tehát bórelőzmény feltárása, mert nem mindegy, hogy mi okozza a bajt, ugye? Hogy akkor hogy természeti, vagy hogy társadalmi katasztrófa végül is ez az aszály, illetve általában vízgazdálkodási problémák, illetve a klímaváltozás ennek kapcsán. Na most hát én csak betettem ezt a másfél órás ábrát itt az egyetemi kurzusból, a TISZA szabályozás mechanizmusa, vagy hát a modernkori folyószabályozások mechanizmusa, hogy hogyan következik a rendszeren kívüli beavatkozások után a beavatkozások sora, tehát beavatkozás szül ugye a rendszer elméleti tétel szerint. Itt látszik, hogy például a tényleg a nagyvízi szabályozásnak a következményei, tehát hogy a mederhoz csökkentése, illetve a víz szétterülésének a megakadályozása kapcsán, hogyan jönnek létre az újabb problémák, amiket próbálgatnak kezelgetni, még mélyebbre süllyedve a problémába. Hát ugye ennek kapcsán meg is állapítja most a rendszer, már hivatalosan is, hogy a vízszint nagyon le van süllyedve, tehát meg kell emelni a vízszintet. Ugye a legutóbbi hivatalos kommunikációban ez volt az agrárminiszter, illetve a vízügyi főigazgató részéről is, és akkor elkezdtek beszélgetni, hogy hogyan lehet. Na most itt kell hozzátenni ezen ábra alapján, hogy a felszínen, ez egy felszíni megközelítés a problémának, hogy a vízszint van lesüllyedve, azért van a vízszint lesüllyedve, mert a meder le van süllyedve, a meder azért van lesüllyedve, mert lesüllyesztették. Tehát ez a mechanizmus hozta létre a meder lesüllyesztését, és ezt a mechanizmust kell gyógyítani, kezelni, másképp csinálni, ahhoz, hogy ezek a problémák rendszerszerűen gyógyítva legyenek. Ennek megfelelően a meder duzzasztás ennek a rendszer részeként nem ígérkezik jó problémának, hanem mélyebbre ásás a problémába belemenés, beleértve az öntözést is. Na, ugorjunk akkor tovább neki. Na most hát a helyzetértékelés kapcsán a klasszikus ábrát vetítem, a árvíz, belvíz, aszály térkép ugye egymásra vetítve. Látszik, hogy az egész Alföld fedett ezzel a hármas problémával. Az Alföld és azon is a Tiszai Alföld a koncentrált, egy helyen és egy időben jelennek meg ezek a problémák, ami azért felveti, hogy ugye nem jól csinálunk valamit. Ez, hogy az is baj, hogyha van víz, meg az is baj, hogyha nincs víz, hogy egyikkel se tud mit kezdeni a rendszer, azért egy rendszerszerű vészhelyzetet mond, és hogy mondjam, ki kell dobnunk azt az illúziót, hogy ez egy szimplán egy természeti katasztrófa lenne. Na most hát, hogy hogyan van a társadalmi részvétel ebben, a vízgazdálkodás szerepe, egy mostani helyzet, tehát ezt a hét elején töltöttem le, azt hiszem azóta ebben az öblözetben megszűnt a másodfokú szint, de ez itt a Tiszatót mutatom, Szolnok megye, a Közép-Tisza középső szakasza, amin látszik a belvízvédelmi készültségi fokozatok. Hát itt rögtön feltűnhet a nézőnek, hogy ugye pont ezen megemelt védettségű vagy készültségi fokozatok területén vannak a árvízi vésztározók, tehát itt négy, itt kettő, és itt a jobb parton kettő, bal parton két-két tározót adtak át a Közép-Tiszán, mint a legválságosabb úgymond területen, árvízi, és hát láttuk aszály, és hát belvízi szempontból is. Tehát akkor az a tétel megáll, hogy az árvízi vésztározásra kijelölt területeken vezetik le legnagyobb készültségben van a
belvízvédelmi, tehát az, hogyha ezeket a területeket a víz megjelenik, azokon levezetik most a vizet, vagy hát szóval egy belvízvédelmi fokozat van magasabb szinten érvényben, ami mutatja, hogy azért nem, hát ez nem jó működés, vagy hát mindesetre egy ellentmondás. Miközben, és akkor ez megint még hételei fénykép, vagy állapot, azóta nem esett az eső, tehát ez az eltérés az átlagtól a havi csapadéknak, hát látjuk, hogy másfélszeres, hát itt 50%-nál vagyunk, ezen a Közép-Tisza közepén. Másfélszeres nyíh csapadék esett az átlagoshoz, ami nem túl sok, tehát a január szinte a legszárazabb hónap hosszú évek átlagában, úgyhogy egyáltalán nem esett túl sok csapadék, és hogy ezt se tudja kezelni a rendszer, akkor a rendszerrel van a hiba, nem a csapadékkal. Na most egy tavalyi állapot, hogyan jön létre az osztály? Ez április 19-i felvétel, itt is a belvízvédelmi fokozatokba lépnek már ezek a területek, Közép-Tiszán, illetve az Alsó-Tiszán, és van ugyanennek ugyanezen a rendszerben, ugye aszály védelmi, vagy az aszály, hát itt a monitoringig jut el a rendszer sajnos többnyire most hivatalosan, tehát ugyanazon területeken egyszerre van aszályveszély, közepes aszály, ugye már áprilisról beszélünk, és belvízveszély. Ami miatt ugye ki lehet jelenteni, hogy nem természeti katasztrófáról van szó. Na most, ha vegyünk tovább a fogalmainkba, akkor táj, azt mondja, tájkép, magyar nyelvben nagyon jók ezek a fogalmak, már az, hogy a tájkép és a táj az el van különítve. A tájképet, és akkor én itt mondom az érdeklődő közönségnek, hogy különítsük el, hogy a táj az egy többfunkciós, három, illetve négy dimenziós időben is funkcionális élő rendszer, amiről én elég sokat beszéltem tavaly, és meg is fogadtam, hogy mindazokról nem szabad már most beszélnem idén itt a rövid időben, amit tavaly nagyon sokat hát tapicskoltam benne. Mindenesetre a táj, mint élőlény és funkcionális rendszerre tekintsünk, és persze nem mindegy, tehát az emberi viszony a tájhasználat által jelenik meg a tájhoz, és a táj működését, ami van a tájnak eredendő működési rendszere, az embernek is van egy működési rendszere, hogy azzal, hogy igazodik a tájhoz, az szerint tud a táj működése, hát úgymond szárba szökkenni, és bajokat okozni, vagy pedig életet okozni, úgymond. Mert hogy a táj működésének a célja, tartalma, lényege, mégiscsak az élet létrehozása, és mondjuk elég régóta, tehát hogy a teremtés és vagy az evolúció kapcsán, az itt most mindegy nekünk, de van egy élő tájunk, úgymond hál' Istennek. Igen, tehát az, hogy most milyen ludak repülnek, az ugye nem mindegy. Az emberi viszonyuláson múlik, hogy a tájunk hogy tud hát dolgozni, vagy élni, ha tetszik szolgálni minket, illetve hát ahogy mi tudjuk szolgálni a tájat. És persze van egy lenyomata, vetülete, egy felszíni jelensége ez a tájkép, mintázata, de a tájnak is, táj eredendő működésének, struktúrájának, anatómiának is van egy mintázata, és a kérdés az, ez egy módszertan, hogy, és a permakultúrás tervezésben abszolút figyelembe vendő, hogy hogyan igazodik az emberi mintázat, a gondolt emberi működés, a táj eredendő működéséhez, a mintázatok, a struktúrán. Jó, na most akkor itt tényleg a legalapabban csak víz és hát klíma tájműködés kapcsán. Ugye a tiszai alföldet mutatja a kép, a Kárpát-medence keleti felét, hegyek veszik körbe a medencét, a medencében csapadék hiány van rendszerszerűen, tehát ez mondhatni azt, hogy aszályhajlam van, potenciálisan tájpotenciában benne az aszályhajlam, de kegyeskednek ide folyni a hegyvidéki területek víztöbletei, tehát nem a csapadék hiány az nem feltétlenül jelent vízhiány. Ez egy nagyon érdekes helyzet. Hegyvidékeknek csapadék töblete van, a medencének csapadék hiánya, ugye kisebb léptékben pedig különböző szintek vannak már, ugye a domborzatban az Alföldön is,
és az időben pedig különböző vízgazdálkodási fél éveket kell elkülöníteni. Na most közelebb megyünk ez a nagyon Alföldhöz, az Alföld közepéhez, ugye itt van Szolnok, területe Tiszafüred, hát ez egy vízügyi munkából a régi, úgymond állapotot, de itt nem a régiségen van a lényeg, hanem az előtti állapot, mikor az ember még van nagyon, nagyon erős lett volna, és nagyon bele tudott volna szólni. Szépen mutatja, hogy hogyan tökéletes ez a síkság. Nem azért tökéletes, mert homogén, hanem azért, mert nem homogén. Amikről beszéltem, hogy a tájnak a struktúrája és működése, itt a szinteknek van egy mozaikos hálózata, tájrészek vannak, aminek tájfunkciói vannak, jól elkülöníthetően, lehet tudni, hogy hova folyik a víz, és hova nem, és hogy mikor és mikor nem. Na most a hidrológiai szerepek, itt ez a, hát csak betettem egy ábrát így a víz élete kapcsán, hogy ugye ezek a csapadékok nyáron, itt pedig a párolgás nyáron. Látjuk, hogy ugye nyáron jóval több csapadék van, mint télen, rendszerszerűen egyébként, de hát még nagyobb a párolgás. Párolgásról egy pár szót, hogy ugye a táj hűtése, ami az elsősorban funkciója a párolgásnak, mert ahogy télen nincs párolgás, és emiatt relatív víztöblet van, nyáron pedig óriási hőtöblet van, tehát akkor érkezik a hő jelentős része, ugye a napsugárzás miatt, és ezt a hő, ennek a hőnek az eloszlatása a fő feladata, hát ilyen energetikai szempontból, és ez tájműködési szempontból a víznek. És ha nincs víz a tájban, akkor nem tudja eloszlani ezt a hőt, hőmennyiséget. Na most a víz a tájban az ugye be is szivárog, meg el is párolog, és ezek fontos funkciók. Ezt most azért mondom, mert a klasszikus hozzáállásban ugye a szivárgás és a párolgás az veszteségként értelmeződik, de nem, ez a valójában, vagy hát ha tetszik az új paradigma szerint, ezt a működés részének kell tekinteni. Még egyszerűbb példát hozok, a vízkörforgás fogalmában a víz lefele való áramlása az mondjuk az eső, vagy a csapadék, ugye, ha fölfele való áramlás nincs, akkor nincs lefele való áramlás, a fölfele való áramlás pedig a párolgás. Na most még egy adatot is ideírtam, bár nem akartam itt képletekkel meg adatokkal túlterhelni a csapatot, hogy a 300 mm-es nyári félévi éghajlati hát vízhiány, ami csapadékhiány, tehát hogy annyival kevesebb bevétele van a vízmérleknek nyáron, mint kiadása rendszerszerűen, az ugye 30 cm víz, az 1/3 köbméter víz négyzetméterenként, hogyha az 50 ezer négyzetkilométerre az Alföld területére vetítjük, az bizony 15 milliárd köbméternyi víz, 15 köbkilométernyi víz, ez 7,5 Balaton mennyiségű víz, óriási mennyiségű víz, ennyi úgymond hiányzik az egyensúlyi vízmérlekhez, ez adna egyensúlyi helyzetet, tehát ez ugye Zala megyéről beszélünk már vízháztartási viszonyokban, amit nem igényünk az Alföldön, de legalábbis ez a szám lebegje mindenki előtt, amikor az öntözéses pár száz millió köbméteres kapacitásról beszélünk, ami ugye töredéke ennek. És akkor így, hogy előre mondjam, ugye az öntözés, mint megoldás, hogyan nem alkalmas, legalábbis az aszá, illetve ilyen hidrológiai szinten. Jó. Na most nézzük, akkor ez a térkép mutatja, itt a 350-es izohiéta. Beszéltünk, a tájunkban van egy természetes infrastruktúra, láttuk a domborzatot, a különböző szinteket, illetve a meglévő medreket, amik eredendően arra valók, hogy el tudják osztani ezt a érkező vizet. És ugye van egy óriási csapadékhiányunk a nyári fél évben, abszolút csapadékhiányunk, és időnként pedig víztöblettel rendelkezik ez a táj. Na most ezek azok az elemek, amiknek a megfelelő együttműködtetése tud hozni egy fenntartható vízgazdálkodást, és egy klímabiztonságot ennek megfelelően. Na most ugye itt ez a jobb oldali térkép ugye a csapadék viszonyokat mutatja, látjuk, hogy a medence közepe tényleg mennyire csapadékhiányos, ugyanakkor, hogyha ezt a vízborításos térképe, potenciális tájpotenciálba benne levő vízborítást ha nézzük, akkor pedig azt látjuk, hogy a legszárazabb területek
azok a legnedvesebbek. Most én ide írtam még valamit, de azt én nem látom, mert letakarja itt a első sáv, de mindesetre az alsó, tehát hogy az árvizet, hogyha definiálom az árvíz funkcióját, akkor az alsó mondata, a tétel mondat, hogy igenis arra való az árvíz ezek szerint, hogy pótolja a hiányzó csapadékot. Na hát ilyen vízgazdálkodási rendszert és tájhasználati rendszert kell képíteni, fogjuk látni. Ja, igen, ott volt az árvíz. Jó, hát a belvíz a másik fogalom. Hát ezt idézőjelbe is kell tenni most már azért, hogy így a 21. században. Teljesen téves értelmezése van a belvíznek. A belvíz valójában, hogyha keletkezésében nézzük, akkor hát az a víz, aminek a helyét felszántották, hát ez kettős értelemben is igaz. Egyrészt ugye művelési módbeli hiba, tehát tényleg a gazdálkodó szégyene a belvíz, nem a vízügyé. A vízügy szégyene akkor a belvíz, ha nincsen. Mint hogy a belvíz az egy helyben keletkező vízkészlet, a téli víztöbletes fél évnek egyszerűen a víz megjelenése, és nem belvíz van, hanem víz, illetve nincs, hogyha nincs. Tehát a vizet is hát betárazni, vagy aratni, vagy egyáltalán hozzájutni a vízhez, akkor lehet, amikor van. Amikor nincs, akkor meg nem lehet. Tehát nem a nyári vizeket kell szeretni, mert azok nincsenek, hanem a télieket. A másik, ugye a szántásba, amit meg kell tenni, hogy a művelési ág hiba, tehát különböztessük meg a művelési mód, meg a művelési ágat. Itt látunk egy már ezen előadás előtt, azt mondtuk volna, hogy egy belvíz veszélyes szántó, amit látunk, de hát itt látjuk megfelelő földrajzi műveltsége, hogy ez egy meder, de van a víz, és akkor felmerül a kérdés, hogy melyik van jó helyen a mederben, a szántó vagy a víz. Tehát nem belvízveszélyes szántó, hanem itt egy szántóveszélyes meder, ami van a képen. A belvíz fogalom átértelmezendő, különösen kérdezem a hallgatóságot is, körbenéznék, hogyha látnék, hogy hány százaléka van, mikor már másodfokú belvízvédelmi készültségek vannak, akkor hány százaléka van az országos szántóterületeknek víz alatt a hivatalos jelentések szerint. Tehát a médiában, ha megjelenik a belvíz, akkor mondom az adatot, 1% alatt van, nyújtsa fel a kezét, aki azt gondolta volna, hogy ez több. 1% van a szántóknál a víz. Itt is látjuk a képen, itt van egy súlyos belvíz fotózva, a képnek elfoglalja az 50%-át, de a szántónak csak a töredékét. Tehát ne keverjük össze. Jó, hogyan a víz élete a tájban, és hogyan függ a klímával, éghajlattal? Hát ugye az éghajlat az egy nagy léptékű fogalmunk, a klíma meg hát tényleg most már a szobákban is benne van, lehet is szerelni. Na minden esetre azt gondolom, hogy ugye a táj működésének megfelelően, ami dia ugye kimaradt, ugye több a mérték, lépték és a azonosság törvényeknek megfelelően, ahogy kicsibe, úgy nagyba, tehát kicsi, közepes és nagy szinten is beszéltünk tájról, illetve hát éghajlatról, és így mondjuk vízkörforgásokról is. Na minden esetre víz a tájban nem mesterséges víztestekben tud értelmeződni, hanem a talajban, a növényzetben és az alsó légkörben. Egy új fogalmat is bevezetődött az elmúlt években, a kis vízkörforgások fogalma, még erről lesz szó. Na most néhány tétel, ugye a holt anyag száraz, az élő anyag nedves, tehát meg nedvesen kell tartani az anyagainkat, hogyha élő anyagokat szeretnénk, ha meg holtakat, akkor szárazon. Például a fa, ha kihajt az íróasztalon, az nem jó, tehát az jó száraz fából építeni, de egyébként az élettartalma az a nedvesség. És ugye az alap tétel, hogy a nedves táj mérsékelt, gondoljunk a tényleg általános iskolai óceáni éghajlatra, tanultuk télen fűt, nyáron fűt. A szárasztár szélsőséges, ez itt a Kárpát-medencénkben abszolút érvényes tétel ugyanúgy. És a lényeg, talán az előadás kulcsmondata, hogyha víz és klímáról beszélünk, hogy a tájvizesítése a klímaszabályozásnak a megoldása. Tehát a vízzel feltöltött tájak, azt kell megoldani, hogy a tájba belejusson a vízünk, akkor, mikor van. Tehát ugye utalnék itt a széndioxidos, meg a nem tudom, elektromos autó, meg a fenntarthatóságnak a különböző félreértelmezéseibe. Itt van tehát az a többszintű vízkörforgásnak a modellje, hogy minden léptékben és minden mértékben a víz forog. A nagy vízkörforgásról az ábra belénk égett ugyan általános iskolából, hát ugye
valóban a víz forgása viszi az életet, itt elhangzott a bevezetőben is, hogy így a klímaválság kapcsán is a vízre kell helyezni a hangsúlyt, mondanám, és nem a légkörnek a gáz összetételére, mert az már egy következmény, tehát a széndioxid iskolára gondolok. Na most, és ennek megfelelően az emberi működés itt jön be, hogy a táj eredendően működik, él, itatja magát, köszönjük szépen, évmilliók meg milliárdok óta, tehát még 400 millió éve kint van a szárazföldön a természet, és az ember pedig ugye pár ezer éve beleszól, pár száz éve hatékonyabban, az az emberi működés feladata, hogy segítse a víz körforgását a tájban. Tehát a tájhasználat jelentőségén múlik a víz gazdálkodás hatékonysága, és így a klíma szabályozás, vagy a klíma hát, problémák. Itt egy ugyancsak hát, ismert ábra vizsgálat, ugye hőtérképe egy felszínborításnak, felhívnám a figyelmet, hogy a víz, szabad vízfelszín és az erdős felszín az gyakorlatilag ugyanazt tudja, és hogy ehhez képest a burkolt, illetve hát akár a lekaszált terület is mennyivel más hőkapacitású. És ezen vizsgálatnak ugye a tanulsága, hogy a szántás az bizony sivatagos, hát az aszfalt nyilván, de a szántás is, a szántás a mezőgazdaság aszfaltja, ha tetszik, sivatagot csinál, ökológiai értelemben azt tudjuk, de hidrológiai értelemben is sivatagot csinál a szántás. Nyilván a túlzott szántást, elég nehéz nem túlzottan szántani, de hát ugye van jó megoldás azért. Na most itt megvetette egy képet csak, hogy esetleg a köztudatban ez sincs meg, hogy a tisza szabályozás, a víz levezetés mennyire sikeres, meg indokolt. Hát a legtisza szabályozottabb megyében van a legrosszabb termés átlag, még búzából is. Hát kukoricából, Nógráddal van hótversenyben a Szolnok megye. Ugye, jó, hát no comment mondanám. Péter, most még egy olyan 5-10 perced van. Köszönjük? Még egy olyan 5-10 perced van. Nagyon jó. Tehát a megoldás, vagy itt haladunk itt a tanulságokban, az árvízi többlet megoldás felé, az árvízi víztöbletnek van helye a tájban, ugye diagnózis, és van helye a vízszáztartási mérlegben, láttuk, hanem nincs helye a modern iparszerű tájhasználatban. Ezért ez egy helytelen vízgazdálkodás, nincs helye, azaz víztelen a helygazdálkodás, így jöttek létre a vízgazdálkodási problémák. Na most ugye itt mutatom a rács börtönbe zárt tájat, itt akarna élni a táj, ott vannak az élő struktúrái, amik nincsenek feltöltve élettel, azaz vízzel. A megoldás annyi, hogy ezekbe vizet vezetünk, és elkezdjük a tájat aszerint használni. Klasszikus kép, autópályát lehet építeni, ugye ma Magyarországon az úgy reális, benne van a köztudatban, hát nyilván szükséges gazdaságfejlesztéssel, a kínai járók a német piacra, a török kamionokon el tudjak menni, de az, hogy egy mederbe víz legyen, az nem reális. Hát ott valakinek, Péter, hát ez valakinek a földjén van, ugye? Tehát, hogy itt egy képen, a kép bal meg a jobb oldalán, itt bemutatja a helyzetet is, meg a problémát. Na most hát ennek megfelelően ki tudjuk jelenteni, hogy a néhány tétel, bocsánat, hogy van eredendő működése a tájnak, az embernek is van, és ezen múlik, hogy milyen a kapcsolat, és az aszály hajlamból aszályt viszont a tájhasználat csinál. Ennek megfelelően a klímaváltozás fogalma, klímaváltoztatásként tekintsünk, és a megfelelő tájhasználat viszont tudná hozni a megoldást. Jó, akkor az utolsó része, hogy na akkor... Milyen is a helyes, illetve helytelen vízgazdálkodás, aminek a kulcsa, amiről többet szeretnék beszélni, ezekről pedig nem, az pedig az, hogy duzzasztás, vagy pedig nem duzzasztás, és az, hogy ugye a paradigmaváltásnak mi a tartalma. Valóban így van a szakirodalomban, meg a régi, tudjuk a köztudatban jelenleg, hogy az árvíz a folyó lázas életjelenséget nyilván ki akarják gyógyítani ebből. Mindenesetre a jelenlegi vízgazdálkodásunk és tájhasználatunk ennek megfelelően ilyen, mint itt, amit kivetítettem a bal oldalon. És ehhez képest a természetszerű, helyes, amikor helye van a víznek, vízgazdálkodás,
az ott az árvíz a folyó legfontosabb életjelensége, ugye a táj pulzáló szívverése, víz kijön magától a tájba és lemegy, tehát a vizet le kell vezetni, miután oda vezettük. Tehát ez is egy fontos tétel. Kicsit pontosabban ezek a fenti ábrák, ugye az egyik rendszernek a struktúrája, mintázata, működése az öntözésekkel, tehát nyilván az öntözés orientált, ez a víz visszatartás, hogy na majd nekem kell agrármérnöknek itatni a tájamat, mert a táj szegény az ott nem tudja, hogy mit csináljon magába. Hát ehhez képest a természetszerű vízvisszatartás, mikor tudja a természetes intelligenciára hagyatkozva, ugye a fokon kijön a víz, az ártéri laposokat elönti, és visszamegy apadáskor, és van egy élő folyó táj kapcsolat, vagy folyó és ártér kapcsolat. Az öntözés kapcsán itt kiemelném, hogy a haszonnövény szintjén akarunk vizet pótolni, azt mondja ugye a mérnöki szemlélet, és viszont ez megbukik, mert hogy a léptéktörvénynek nem felel meg, nem tudjuk csak a növényünket, illetve a haszonnövényünket ugye locsolgatni, hanem bele kell illeszteni, vagy beleilleszkedik a táj. Hangsúlyozom, ez a tájunkba. Hangsúlyozom, hogy ez kiskerti szinten ugyanígy érvényes, hogyha van egy egészséges sétett tájunk, és akkor majd Bai Béla előadásában erről nyilván lesz szó parcella szinten, akkor a víz kis körforgások megvalósulnak, és a táj tudja itatni saját magát, benne a haszonnövényünket is. Az előadás talán legfontosabb diája, legaktuálisabb, úgyhogy majd itt ezt mi lehet merevíteni a YouTube-on utána, hogy hogyan nem jó a duzzasztás, medertározás, csatorna, kotrás, ugye öntözés koncepciója, ami most a köztudatban elhangzik, és ami most hivatalosan a válasz eddig jutnak. Egyszerűen a kapacitása is kicsi ennek, tehát a 15 milliárdhoz képest 3-400 millió köbméter tud a Csongrádinál építésre tervezett ugye a vízlépcső, ami ugye mondják, hogy hiányzik, hát nem hiányzik, csak nincs ott. Míg az árvízből 2-3 milliárdot ki lehet engedni, már hogy oldalirányba a foggazdálkodás szerűen, ami már elegendő ahhoz, hogy a vészhelyzetet elhárítsa. Itt, hogy nem nő a vízhozam attól, hogy duzzasztunk, ugye a 50 köbméteres nyári vízhozamokból nem lehet megoldani. Nagyon érdekes, hogy nem lehet a horgászok alól leengedni a vizet ugye a Tiszatóba, például tehát az idegenforgalmi használat, öntözés, energia célú, az teljesen üti egymást, tehát ezek mind illúziók. Hát itt sorban felhívnám a kis hatótávra a figyelmet, tehát nem egy koncentrált mesterséges víztestet kell létrehozni, hanem sok kis, ha tetszik, demokratikusan a tájba elosztva, mert a víztesteknek ugye kicsi hatótával sok kis víztestet kell létrehozni, ami mozaikosan a megfelelő helyen, tehát ahogy a táj mondja, adja neki a helyet, úgy van, és ott tud hasznosulni. Jó. Akkor itt a tényleg akkor az utolsó pár perc, hogy két szintje van tehát ennek a paradigmaváltásnak, és úgy tűnik, hogy azért hivatalosan is eléggé meg, vagy ezt most már ki van mondva, hogy a vízlevezetésről át kell térni a vízvisszatartásra, tényleg. Mondjuk azért is merték kimondani, mert maradnak a paradigmán belül. Ugyanis a fő kérdés nem az, hogy vízlevezetés vagy vízvisszatartás, tényleg az azért az óvodás szint, vagy a 100 évvel ezelőtti szintnek kellett volna lenni, hanem hogy hogyan tartjuk vissza ezt a vizet, iparszerűen vagy természetszerűen. Ha maradunk az iparszerűnél, ugye, duzzasztás, akkor az visszakanyarodik bizonyos sivatakhoz, amit a vízlevezetés is ahova vezet. Tehát nem az a cél, nem az a feladat, nagyon fontos ez, és akkor az államtitkárok tényleg jól figyeljenek itt a közönségből, hogy a jelenlegi rendszer fenntartását, tovább vitelét megoldjuk. Hogyan tudjuk megoldani a jelenlegi rendszer fenntartását? Nem ez a cél, mert a rendszer szerűen rossz, a sivatagosítás, ez a tájhasználat, hanem az, hogy mi az a rendszer, mi az a tájhasználat, és mi az a vízgazdálkodás, amit utána fenntartható már, tehát az élet fenntartásról beszélünk, az emberi és a létisas, meg az összes többit beleértve, ez pedig a természetszerű, ugye nature-based solution, már hogy ez a nemzetközi trendben is ez megvan.
szakmai alapjai ennek a paradigmaváltásnak, hogy a vizes területhasználaton múlik ez az egész, tehát a területeknek a vizes vízpuffer orientált használatán. A másik, hogy a tavaszi télvégi nagyvizek használatán múlik. Tehát nem lehet a nyári vizekből a nyári víz problémát megoldani, mert nincsenek nyáron vizek a párolgáshoz képest. És az egésznek az alapja, hogy a természeti folyamatok működésnek a használatán múlik, nem az embernek kell okosabbnak lennie a tájnál, az embernek saját magának kell okosabbnak lennie, hogy felfogja, hagyja a tájat működni. Ezen átugranék, és ezen is, hanem azért hagytam benne, mert hogy az öröklikké valósági YouTube egyetemen is majd ez még megjelenik. És akkor a kacsorogástól végig, tessék? 2 perc. Nagyon jó. Hogyha ezeket a problémákat nem oldjuk meg, annak a tünete, társadalmi tünete a klímaszorongás, mondom én innen nézve, geográfusként, aminek hát, hogyha az okok és kezelésük néhány tényleg pár egyszerű tételt tennék hozzá, hogy ott már ne kelljen elmondanom a klímaszorongásos előadáson. Tehát szerintem ez 3-as gyökerű, egyrészt egy becsapottság, tehát érezzük, hogy nem úgy van, mint ahogy mondják, érzés, és ezt pedig kezelni lehet ugye az ismeretszerzéssel, ismeretterjesztéssel, és egészen a katarzisuk, hogy hú, gyerekek, hát ezt nem jól csináltuk. Tehát mi nem jól, mit csináltuk, és mi nem jól csináltuk, és hogy lehetne másképp is csinálni. Ez kapcsolódik a tehetetlenség már, hogy mint szorongás okozó tényező, amit a tehetséggel, tehetőséggel, a tevéssel lehet kezelni. Persze mindenki a saját léptékében, itt megint felhívom a figyelmet az államtitkári státuszra, vagy hát ezekre a magasabb szintekre, hogy bizony a feladat és felelősség, meg a lehetőség dolgok azok összefüggenek ebbe a tehetőségbe. És hát a hitetlenség egy nagyon érdekes szempont, hogy nagyon a mindenféle értelemben, esetleg ha felmerül beszéltünk róla, hogy nagyon... Tehát ezen a klasszikus, modern, racionálisnak mondott materiális rendszerben nincs kifutása, nincs megoldása. Egy komplett új világnézet, ami nem kell nagyon megijedni, mert a permakultúra szemlélete már önmagában ezt tudja. Jó. Ja igen, ezek a szokásos diáim, hogy helyes vízgazdálkodás. Ja igen, és a foggazdálkodás bemutatása maradt el, ami azt gondolom, hogy az elmúlt években már megtörtént, úgyhogy itt ezeket itt végiglapozom, úgyis a klip generációban vagyunk már, és megállok majd mindjárt, például ennél a diánál, tehát hogy a megoldás, hogy a vízhasználat az ugye a foggazdálkodás oldalán, a vízkivezetés, és a földhasználat maga az a szintekhez igazított mezőgazdálkodás, ami természetszerű módszerek. És akkor itt az ábrasor klasszikus, ahogy mi is az a foggazdálkodás, ugye ez a jelenlegi rendszer, nagy vízkor így tudja értelmezni a többletvizet, szárazon marad a táj, a VTT tározóknak az abszolút téves megoldása, itt hangsúlyozom, üresen vannak ezek a tározók, most is fel nem merül a jelenlegi üzemrendbe, tájértelmezésbe, hogy ezeket lehetne használni víz, hát fejtározóknak mondjuk, és a foggazdálkodás pedig oldalirányú vízkivezetés, fokról fokra töltjük föl az árteret, illetve a tájat vízzel, és a víz tud élni a tájba. Így néz ki mondjuk egy átlagos tiszai öblözetben. Ez így néz ki a Közép-Tiszán, a középtáji léptékben, ugye a Tiszató és Szolnok között, ez karcak település, tehát ezen a 50x50-es az egész Alföld léptékében pedig a homokok és alluviumok rendszerében, a homokoknak, tehát úgy, mint homokhátság, ugye a kiskunsági rész, vagy a nyírségi homokoknak a víz működése az alluviumok feltöltöttségén múlik, tehát leszippantja a homokról a vizet, hogyha leszippantják a vizet az alluviumról, illetve ha feltöltjük ezeket a tájakat, akkor az a homokba is beszivárog, bepárolog, helyi vizek jelentkeznek. Akkor most... Elendők, ugyancsak akkor államtitkároknak, illetve itt van ez a... Péter. És akkor én köszönöm szépen a figyelmet. Mi köszönjük. És akkor ez tényleg csak kicsit több volt, de elnézést kérek, akkor állok elébe, azt mondtátok, hogy... csak azért...
Csak azért kell, hogy félbeszakítsunk, hogy tudjuk. És remélem, hogy nem volt annyira pörgős, mint a tavalyi. Én bármeddig hallgatnám, Péter, köszönjük szépen. Hát szóval ezt tudtam én ide tenni, így víz és klíma és vízgazdálkodás tájhasznált problémák és megoldások kapcsán. Köszönjük szépen, még jönnek be a kérdések, tényleg bátran kérdezzetek, mert itt a lehetőség, hogy megragadjátok, hogy olyan válaszoljon, akinek, nekem számomra az nagyon érzés, hogy olyan ember beszél erről, akinek tényleg ezt tölti ki az életét. Ez nagyon igen, magával ragadó. És én pontosan tudom, hogy itt rengeteg, tehát egyrészt azt is tudom, hogy ez egy, nem egy atomfizikai szint, hanem egy tényleg egy középiskolás szinten abszolút felfogható. Ugyanakkor az, hogy ez új, nagyon sok mindenben új, a szemlélete, pláne hozzáállásban új, ezért a nehezen elhihető, ha tetszik, de tényleg, ha ezt az intellektus lépést meglépi valaki, akkor utána ki feltárul a megoldás abszolút, de akkor tessék kérdezni, javaslom például ugye a tulajdon viszonyok problémáját, vagy hát bármit tessék akkor. Még a kérdések előtt van egy meglepping, az a meglepetés, hogy én elmesélném, hogy minden évben most már hagyományt teremtettünk vele, hogy az egyesülettel harmonizálóan gondolkodó szakembereket megpróbáljuk így kicsit közelebb tartani a tevékenységünkhöz, és ezt a tiszteletbeli tagságként fogalmaztuk meg az alapszabályunkban. Eddigi tiszteletbeli tagjainkat felsorolnám, hogy egyrészt így akkor lássuk, hogy bővül a sor. Farkas Judit kulturantropológus, Gyulai Iván, Lantos Tamás, Sára János, Szabadkai Andrea, Kajner Péter, és hogy a kicsit vizes sort kanyarogtassuk tovább, idén szeretnénk Balogh Pétert felkérni, hogy fogadja el az egyesületünktől. Reméljük ezt a tiszteletbeli felkérés, hogy a tiszteletbeli tagunká váljon, és ezt láthatjátok a képernyőn megjelent, hogy is mondjam, illusztrációval próbáljuk megerősíteni. Remélem elég magáért beszél az alkotás. Megható, köszönöm szépen. És ezt akkor küldjük is neked, Péter, a többiek is látják. Én büszkeségem, hogy a kisebbik lánykám, a művésznő, aki ezt én általam elmondott adatokból, képekből alkotta rólad, ha ez így látszik. Nagyon szépen köszönjük, Péter, és akkor remélem a kérdések összegyűltek, átadom a szót, és várjuk a kérdéseket akkor. Igen, én fogok moderálni akkor most, és mondom a kérdéseket, Péter. Az elején megijedtem, hogy nem lesz mit mondani, és kénytelen vagyok én kérdezni, úgyhogy össze is írtam néhány dolgot, de aztán itt annyira beindult az élet, hogy kénytelen vagyok félretenni. Úgyhogy akkor megyek is sorban, illetve próbálok belőle csemegézni azért. Az első kérdés mondjuk legyen a Tamásnak a kérdése, aki azt írta, hogy a reformkori gazdaságfejlesztés közt a folyószabályozás a hajózhatóság kedvéért nagyon-nagyon pozitívan a nemzet érdekért való őszinte küzdelemként volt bemutatva a magyarországi történet. A kritikájára. Nagyon fontos, nagyon jó kérdés. Itt kell azt megérteni, tehát ez nagyon nehéz csapda, amiből ennek a kijövése az, hogyha felfogjuk a rendszerelméleti értelmezést, illetve értékrendi szintre elmegyünk, hogy itt arról van szó, hogy kétféle értékrend konkrétan ember és természet viszonya, vagy az is, hogy mire való a természet. Arra a kérdés, hogy mit válaszol az ember, hogy mire való a természet, egyáltalán mi a természet, és mi az ember szerepe a természetben. És a modern kor eszmetörténetileg tényleg a racionalizmusról, tehát ez a felvilágosodás és a többiek, amit Magyarországon ugye a 19. században tör be, Széchenyi István a lovagja, az nem részletezem, de érdemes, hogy mit jelent. De tényleg így értékmentesen, tehát úgy értem, érzelemmentesen, értékorientáltan így ezt definiálni, hogy na mi a modern kor? És akkor lehet mondani hosszú óval is, mert azért közben pedig rá kell jönnünk, hogy ez az, ami viszont hibás. Tehát ez a tájértelmezés, ember-természet viszony értelmezése, hát hibás olyan szempont, az élet mércéjén legalábbis hibás, illetve az élet mércéjén, a természet működésének a mércéjén megbukik.
És ezt kell látni, nem a régieket vádoljuk, hogy a 19. század hogy gondolta, megjegyzem, indokoltan vádoljuk, de ugye történelmietlen, hanem a mostaniakat vádoljuk ennek megfelelően, hogyha még mindig ragaszkodnak ehhez. De valóban az, amit ott fejlődésnek, egyáltalán fejlődés fogalom, nagyon javaslom a közönségnek a Ladakh tanúsága című filmet, a YouTube egyetemen rajta van, ebbe a témában megnézni, vagy András Favi Bertalannak a munkáit, konkrétan az ártéri gazdálkodás, embertermészet viszony, tradicionalizmus, modernizmus kapcsán. Na most ez tehát a válaszom, hogy alapvetően, hogy igen, a kritikája fontos, vagy alapvető, úgymond az ismeretterjesztés, illetve a katarzishoz hozzátartozik, hogy ne a modernizmushoz kössük az életünket, hogy na az lát bennünket az élettel, mert nem a modernizmus, meg a fejlettség, vagy nem tudom mi adja az életet, nem a tőzsdéről lehet letölteni az életet, hanem a természet működése adja az életet. És az embernek, az emberi kultúrának abszolút van helye, szerepe ebbe, ennek a fenntartásában az életbe, tehát nem civilizáció, illetve hát nem kultúra ellenes vagyok, hanem a félrecsúszott civilizáció ellenes. Illetve ezt kell kimondanunk, hogyha tovább akarjuk vinni egyáltalán az emberi életet. Megjegyzem, a vízügyi szakmai irodalomban is 1948-as Iványi Bertalan munkájából idézem az alábbi mondatot, ha már a hajózást kiemelte külön a kérdező, nagyon fontos emblematikus dolog, mint közlekedtetés egyáltalán, ugye, ami az egyik rákfenéje a modern rendszernek. Azt írja Iványi Bertalan vízmérnök 1948-ban, hogy a szabályozás természete, a szabályozás természete, tehát koncepciója magában hordozta a hajózási viszonyok megromlásának majdnem valamennyi okát. Tehát az is egy illúzió a köztudásban, egy hamis tudás, hogy na hát a hajózás miatt milyen jó volt ez a szabályozás. Nem volt jó, a hajózás miatt sem volt jó ez a szabályozás, arra se volt alkalmas. Ugye ott az első ábra, amit említettem először, hogy másfél órás, na ott azt be lehet mutatni, hogy hogyan, ugye a hajózó, azt ebben nem megyek bele részt, nincs idő rá, de hogy ebből a szempontból sem. Elég jó ez a válasz így, vagy még sok kérdés van, úgyhogy szerintem menjünk tovább. Ladakh tanúsága a címe a filmnek, itt látom közben, Varga Cilitől. Következő kérdést Anita tette föl, azt mondja, hogy ha nem lennének anyagi korlátok, minden eszköz rendelkezésre állna, és minden érintett emberi szereplő belátná, hogy változtatni kell a megfelelő vízgazdálkodást kialakítandó, akkor mit gondolsz, vajon mennyi idő alatt lehetne helyreállítani országos szinten a vízháztartást? Hú, nagyon jó. Hát 20 év erre még azt mondtam, hogy pár év alatt, mert az látszott ugye a cianid szennyezés kapcsán is, egy-egy vízes tavasz kapcsán, hogy a természet még mindig baromira él, még a tiszai vízrendszer, meg egyáltalán az Alföld mutatja az életjelenségeket, a szukceszió működik, stb. Most egy kicsit már rosszabb a helyzet az elmúlt 20 évben is, nagyon szorul vissza ez a működés, de ha vizet kap a táj, és most megy el, tehát karácsonykor már volt egy árhullám ajándékunk, most lesz mindjárt a második, egyébként a Közép-Tiszán már elsőfokú védettségi szintet séri le sajnos, meg kell jegyeznem, hát ha lenne rá kérdés, vagy hát ha nem lesz, hogy az is paradigmaváltás, tehát a vízügy működése most a vészhelyzetektől függ, tehát szegény vízügy akkor kap finanszírozást, hogyha vészhelyzet van. Hát érdekelt a vészhelyzet fenntartásában, illetve kihirdetésében. Zárójel bezárul. Tehát a természeten múlik, akkor pár év, a társadalmon múlik, akkor pedig annyi, akkor vagy 2 perc, vagy soha. Tehát el kéne kezdeni akarni, és utána ezeket a szabályozókat átalakítani, és a pénzeket, a még meglévő pénzeket pedig együttműködő struktúrákra kiépítésére fordítani. Következő, vagy nem tudom, alkalmas. Mondom a következőt, az lenne, hogy... hol tart jelen pillanatban a hatóságokkal a tavaly megkezdett tárgyalás, vagyis mennyire mutatnak hajlandóságot a paradigmaváltásra és az azzal kapcsolatos gyakorlati lépések megtételére? Mert a hírekben továbbra is árvízi és belvízi védekezésről szólnak a hírek. Kérdezi ezt Lázár József. Hú, hogy kell politikusan erre válaszolni? Hát nehézkesen vannak, úgy látom. Ugye most hétfőn volt a főigazgató úrnak OVF egy paradigmaváltás a vízgazdálkodásban címmel egy előadása,
ahol hát ugye ő a duzzasztásig jut el, hogy az lenne szerinte, és a jelenlegi vízügyi doktrína szerint, ugye a paradigmaváltás, hogyha most már a társadalom végre ezt a duzzasztás tagadását elengedné, ugye Nagymarostól gyökeredzik, és hát végre akkor belátná a vízvisszatartás, kell a duzzasztás. Hát ugye ez tévút, ugye, mint látjuk, hát sajnos itt tart a hivatalos doktrína. Ugyanakkor a vízügyi szakemberek, a vízügyön belül is megindult egy reform folyamat, értik, akarják, tehát aki nem köti hozzá az identitását ez a régi lejárt doktrinához, az abszolút nyitott, és ugye nem a vízügyet támadjuk, hangsúlyozom, a vízügy kimenekülési lehetőségéről van szó, és a megoldás kulcsa az agrárium kezében van, illetve a vízügy agrárium kezelésében, tehát a főfelelős a politika, akinek ezt koordinálnia kell, és lehet, és ez a feladat, hát lassan haladgat, de van némi nyitottság. Most a Nemzeti Agrárkamara részéről is, hát ha jövő héten most már végre sikerül velük beszélünk, stb. Jó, közben igen, átkanyarodhatunk arra, hogy mi mit tehetünk. Itt van egy olyan kérdés Réka Gyöngyhalmi Réka részéről, hogy a központi politikai akaraton kívül mire lenne még szükség a helyes tájgazdálkodás megvalósításához? A köztudásra, a közértékrend, köztudás, hogy a gazdálkodás, tehát egyrészt a civil társadalom, az ország népesség, hogy ezt így tudja, mert azt lehet megcsinálni társasággal, amit megenged, ugye tanárként is, gyerekcsoport, vagy bárki, hogy megcsinálják vele. Ez az ország azért ilyen, amilyen, mert ilyenné csináljuk, vagy hagyjuk, hogy ilyenné csinálódjon. Tehát, hogyha a köztudás, közértékrend, ezek, amikről itt szó is volt, tehát most egész, még másképp ugye összekötötték ezt, hogy na asszály, akkor öntözés. Hát ugye teljesen tévul. Ez a mechanikus iparszerű öntözés, ami talaj, tömörít, stb. Még hátra lesz erről szó továbbiakban, tehát nem, az ön nem jó. Mindenesetre, tehát ezeknek a köztudásoknak, és leginkább a gazdálkodók, tehát a társadalom egészen, de jelesül, akik közvetlenebbül tájhasználók, ugye mindenki tájhasználó, leginkább a közgazdász meg a politikus, de aki közvetlenebbül, ugye az a gazdálkodó, illetve mindenféle területi tervezés, például, hogy az ártéri szintekben ne tervezzenek lakófunkciókat, vagy épülgetős funkciókat, építgetőseket, stb. Tehát, hogy ezeknek a szakembereknek, a közszakembereknek a tudása, elképzelése más legyen, hogy ne hagyjuk azt, amikor lejön egy-egy, tehát amikor megszületnek a döntések, akkor azok jó irányba szülessenek meg. Jó. Hát ez kéne, ez egy olcsó ingyen, tehát ez nem pénzkérdés, hanem ismeret kérdése. Igen. Okay. Akkor a következő kérdés kicsit konkrétabban, Szilvia, Bence Szilvi kérdezi, hogy ezt a fogszerű vízvisszatartást hogyan kell elképzelni, hogyan lehet kialakítani, mekkora felület mélység, milyen növényzet, milyen feltételek alapján kell kialakítani, ha valaki a földjén ilyet szeretne. Na most a fokozálkodás az egyrészt alapvetően tájszintű dolog, tehát ha valakinek a földjén, akkor ez a Csányi Sándor szintje körülbelül, tehát az erősen nagygazdálkodók szintje, táji szint, hogy meglegyen az egész fokrendszer, ezt nem lehet egy parcellán, hogyha a másik parcella nem akarja. Tehát itt van az, hogy a tájhasználat egész mintázatát kell igazítani az eredendő mintázathoz, az mi megint agrárszabályozási, tehát politikusi szint abszolút megoldható, egy-két hosszabb tolvonással ez megoldható, de nem az egyén szintje. Ami az egyén szintje, illetve a kisgazdálkodó szintje tud lenni, általában ez az elv, hogy oldalirányú vízközetés, ez működik akármilyen kicsi léptékben is, ugye itt vízhozamok kérdése, meg egyáltalán vízfolyások időszakossága, de például a Ladakh filmben is van, meg a csatornákon, amiken kivezetik a vizet ugye ott a völgytalpon folyó patakból, a völgyoldalakon, ott ilyen kis kapácskával nyitja meg ezt a csatornát, és akkor az oldalirányba áraszt. Tehát az öntözésed árasztásról beszélnénk. Hát itt az ábrákon, amit már a vége felé kicsit gyorsabban mutattam, de az összes eddigi előadásomban is benne van, ott ezek benne vannak. A kérdésre a válasz, azt gondolom, vagy a tanulmányokban, ami a honlapon nem olvasható, a Közép-Tiszavidék eredendő működése és fenntartató működtetése címmel, például 34 oldal.
amit még itt kiemelnék, hogy nem mély csatornák kellenek, mély, egyenes, meredek oldalú csatornák, azok a víz levezetésére való struktúra és működés, hanem lapos, széles, parttalan medrek, ahogy Petőfi írja, kellenek, és abba, tehát a vízhozam nem ne vertikálisan menjen ki, vagy a kapacitása a csatornának ne vertikálisan, hanem horizontálisan értendő, vagy érendő el, és úgy ahhoz, hogy a víz folyjon a tájban, nem mély csatorna kell, hanem magas víz, ami a tavasszal van az árvízkor. És a növényzet, bocsánat, nem, a csatornákat kell tisztítani, mert beledobálták a sok szemetet, az jó, jó szöveg, de nem a növényektől kell kitisztítani a csatornákat, vagy ha a növényektől, akkor azt az állatokkal kell feletetni, klasszikusan a bivaj való arra, hogy tisztítsa a csatornákat, nem a munkagép, a kotrógép, stb. Hát ha érthető így, menjünk. Jó, a következő kérdés, egy kicsit tovább bevezve az Alföldről, Sal Fanni kérdezi, illetve írja, hogy Péter előadásod elsősorban az alföldi régióról szól, de a víztől megszabadulni akaró hozzáállás az országban mindenhol jellemző. Mi például Somogyban élünk, most lett a faluban kiépítve vízelvezető rendszer. Tudsz-e esetleg az Alföldhöz képest kevésbé kitett régió lehetőségéről beszélni? Milyen eszközök lehetnek egy már kiépített elvezető rendszer esetén? Nagyon fontos a víz elvezetéséhez, tehát a vizet jó elvezetni, csak a tájon belül maradjon. Tehát ne a folyókba, befogadókba, hogy mondják, illetve a tengerbe vezessük el a vizet, hanem a telken belül maradjon, tehát a házról le kell vezetni a vizet, mondjuk könnyűve van teteje, akkor az neki belefolyjon a csatornába, nem a ház alatt, ugye a ciszternába, vagy ott a mi tartónkba, illetve bele a tájunkba, legyen egy kis tóka. A permakultúrás elveket, gyakorlatokat tudom mondani ide, akár ugye az övárok, meg tehát mindazon ezeket a kisléptékű megoldásokat, amiket tudunk. Az elvi pedig az, hogy ha egy településen is kiépül a vízelvezetés, akkor az tartódjon ott a település határában, vagy megfelelő záportározóba, vagy vízes élőhelyben, ami adott esetben egy gyep, ahol elfér a víz, ahol nem okoz problémát a víz, nincs ott a óvodaudvar, vagy a játszótér, vagy a gyémántcsiszoló üzem, hanem amikor tud lenni víz, akkor az ne van hova tenni, és akkor onnan tud a tájba beszivárogni, elpárologni. Jó, aztán visszatérve egy kicsit a nagyobb léptékű gazdálkodáshoz, Cibere Tamás kérdezi, hogy mit évők legyünk a foltszerű belvizekkel, amelyek nem mederszerű helyen vannak, hanem foltszerűen be vannak süllyedve, és mondjuk 10 szezonból 3-4-szer kipusztul az odavetett szántóföldi kultúra. Nagyon jó, csináljunk belőle halastavat. Tehát, hogy itt a szántóföldi kultúra van rossz helyen, a foltszerű vízállás is, ahogy mondta, konkrétan az kiderül, hogy ez egy foltszerű meder adott esetben, tehát kétféle belvíz tud lenni, vagy egy mederbe van, az nem feltétlen vonalmenti meder, hanem az tud lenni tómeder is egyébként, ez az egyik. Másik pedig, hogy ugye a művelési hiba, amikor lepel víz megjelenik, ott pedig a regeneratív talajművelés, talajmegújító, élő talaj, tehát nem a talaj maga tartja a vizet, hanem a talajban levő élet tartja a humusz és a gyökér és a talaj közötti határfelület, tehát az élő talaj lesz még róla szó, meg volt már sokat, illetve ez egy talajtani probléma, a szántás megszüntetése, a talaj átjárhatóság, talajélet képzése, talajtakarás, ezekkel szüntethető meg a belvíz. Nekem is van ilyen gazdálkodó ismerősöm, azt mondja, hogy a forgóknál, tehát a traktor forog, ott megállt egy kicsit a víz most neki, hogy leesett 100 milliméter, de egyébként ugye a földjén nem áll a víz. Nem tudom, megfelelő volt-e a válasza. Hát majd Tamás, hogyha nem elégedett, akkor még kérdez tőled, biztos megkeres. Akkor azt mondja, hogy még egy picit, ha erről a kisebb léptékről tudsz bármit, javaslatod van, mert itt két kérdés is volt, az egyik, hogy kis telkeken hogyan lehet ezt az elvet alkalmazni, kell egy tavat létesíteni, lejtős telken a telek alján célszerű ezt létesíteni, illetve hogy mi a tendőnk kisvárosban, parkjainkban, faluinkban, kiskertjeinkben, a kis szintjeinken, amiket együtt sokra mehetnek a vízgazdálkodásban, az asszály gyógyításában. Ó, nagyon jó, tehát ez akkor két szint, a települési szint, illetve a háztartási szint. Az egyik, hogy itt meg kell találni, hogy mi hova való, az emberi mostani funkciók nem feltétlenül vannak így jól, tehát például a sípályán
nem kell se szántani, se építkezni, se lakni, de ha már így sikerült, akkor ugye a tradíciónak a megoldásait érdemes nézni, hogy tehát például a teraszosítás, tehát a víz lefelé folyásának való megakasztgatása, és a permakultúrás módszereket, ugye ott is említettem már, illetve valóban tó az alján a rendszernek, a vizet a tájba kihozni a növényzet tudja, tehát nem a 30 centis búza klasszikus, hanem a 30 méteres erdő, ami tartja a vizet, akkor tovább megyünk a település léptékbe, de itt is ugyanígy a szivacs elv, vagy működés, szivacsvárosok, tehát vannak, ez külön előadás sorozat, tehát hogy a szivacsvárosokról, hogy hogyan kell, ezen elvek alkalmazása ugyanígy, igen, nem mennék bele, mert hát kifejthető, van nálam ennél jobb, aki ezzel foglalkozik, a mi egyesületünkben is, a Sirkó Zoli például ilyeneket tervez kivitelezésben, kertépítészként, vagy kert és tájépítészet. Szóval igen, meg ez meg a zöld, tehát vannak mindenféle címkék már Nyugat-Európában is, meg tájépítés. Nagyon jó a patakrevitalizációs oldala a Facebookon, a Réder Ferinek patakrevitalizáció az a címe. Naponta ad jobbnál jobb példákat, jó gyakorlatokból. Ezeket tudom. Oké, lassan a vége fele járunk, de még akkor egy utolsó kérdés itt, hogy most hol tartunk a jelenben. Van itt egy ilyen kérdés, hogy az idei árvizekből mennyit sikerült árazókba gyűjteni? Van-e bármilyen adatot, hogy most hogy állunk? Két vízügyi nyilatkozatra tudok utalni. Az egyik karácsony előtt adta ki az OVF, hogy és akkor meg is jelent az agrár sajtóból, hogy lecsapott a víz, vagy az a vízügy lecsap a vízre, és jobb, ha a gazdák figyelembe veszik, hogy most már akkor vissza lesz tartva. Hát ez pár millió, tehát 10 millió alatti köbméter volt a felső Tiszán, amit sikerült kiengedni. Ez látjuk, hogy a töredék töredéke. Nagyon jó egyébként, örülünk minden cseppnek, csak ez, ne gondoljuk azt, hogy ez megoldaná az aszály kérdést. Ugyanígy a köti vízig is mondta, hogy tölti a szivornyákkal a mentelt oldalon lévő hullámtereket, örülhetnek a horgászok, hát azok igen, de ezek egyszerűen 1 millió köbméter nagyságrendi víz, és úgy, hogy a köti vízig tehetően 1,5 milliárd hiányzik. Tehát ezreléknyi ezek a vizek. Tehát a jelenlegi rendszer struktúrán belül nem lehet többet kivezetni, mert nincs helye a víznek. Tehát ahhoz tájhasználat váltás kell, ki kell jelölni a víznek való helyeket egyébként, tehát ott van a tájban ezeket, csak most másképp használják. Ezeket is azokat feltölteni lehetne. Most már jelentős mennyiségű víz folyt el a Közép-Tiszán is, megjegyzem, ugye elég mélyen, de már ezek a 600-as vizek már alkalmasak arra, hogy jelentős vízmennyiség gravitációs kivezethetők lennének a ki nem épült szokrendszereken keresztül. Vagy pedig hogyha kiveszik egybe, mondjuk a vésztározóknál, bár azok küszöbb szintje is elég magas, mert ugye vészorientáltan készültek, és akkor az fejtározóként használva lehetne tovább engedni a vizeket. Tehát nem jelentős tétet, mert nem is tud kivenni jelentőset. Alsó-tiszai példát, ha mondok, tegnap előtt kérdezte meg a kollégák a Opus Tesseni Dongér alján, hogy na akkor lehetne kivezetni vizet akár szivornyával, ugye, és akkor hát az a vízügyi alaptétel, hogy áradó vízből vizet nem engedünk ki. Hát ugye a fogazálkodásnál ezt meg tudták oldani 1000 éveken keresztül, még a modern kor előtt. Most a jelenlegi rendszer nem tudja ezt megoldani, hát műszaki feladat, én hiszek a mérnökeinkben, hogy meg tudják. Jó, és akkor egy utolsó, aztán megyünk tovább a következő előadásra. Az annyi lenne, hogy tisztelt tanár úr, Budahelyi Dalma kérdezik, melyik egyetemen tanít, hogy lehet még előadásokhoz, írásos anyagokhoz hozzájutni? Hát én most az ELTE földrajzszakon végeztem, illetve doktori iskolában jártam, ott volt kurzusom rendszeresen, hát speckol 17 évig, azt hiszem, de már most azt úgy nem tartom, hanem a hidrológus posztgraduális képzésben volt az őszi fél évben egy kurzusom, illetve most a Szegedi Egyetemre hívott az a Gulyás Ági, aki délután előadó lesz városökológia témában, tehát ott lesz egy kurzusom a tavaszi fél évben, és van a ember és tisza blogspot.hu vagy com, vagy nem tudom, tehát egy blog oldalon van, Balogh Péter, élő Tisza,
címen megtalálható. Hát sok Balogh Péter van, de egy geográfus meg élő Tisza kapcsán meg lehet találni. YouTube-on is vannak ilyen olyan előadások, illetve a Facebook oldalamon, ami helyes ember, hely és ember, illetve hát nem teljes ember, hanem helyes ember néven fut. Ott is vannak anyagok, nyilván az ilyen Facebook-orientált anyagok, de a tanulmányaim, vagy a szakmai anyagaim, azok a honlapról elérhetőek. Ez az ember és Tisza blogspot.com, ami ki volt írva itt a bemutatkozásnál is, vagy az első dián. Köszönjük szépen. Akkor, illetve nagyon... jövő hét hétfőn lesz egy ökotermelők téli találkozója, ahol ugyancsak lesz előadásom, azt nem is tudom. Hát ott élőbe lehet, hál' Istennek. Illetve itt a YouTube-on tessék, MAPER konferencián. Az esetleges további kérdéseket el fogjuk juttatni hozzád, és akkor az előadások meg majd fönn lesznek a MAPER YouTube csatornáján, úgyhogy akkor köszönjük, Péter!